Rengeteg egyesület volt régen Bátaszéken. A nyolc állomás egyike szól majd a lövészekről, de bemutatják az Ankarában dolgozó német asztalosok életét, a bátaszéki szódások történetét és a Mária ünnepet is. Kardos Gábor, a Bátaszéki Német Egyesület elnöke abban bízik, ezzel a tanösvénnyel szívesebb és érdekesebb lesz minden érdeklődő számára a bátaszéki svábság története. A magyarországi német nemzetiségi országos önkormányzatnál nyertünk egy pályázatot, a BMI támogatásával, tehát a Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériumnál 6000 euróval támogatták a tanösvény pályázatunkat. Ez a tanösvény 8 állomásból fog állni, és a közeljövőben reményeink szerint átadásra is kerül. A szakmai előkészítés mentora a helyi születésű Gerner testvérpár, Zsuzsanna, tiszteletbeni német konzul, a Pécsi Egyetem német tagozatának vezetője, és Éva, a Magyar TV nemzetiségi műsorainak főszerkesztője. Ez egy rendkívül fontos és nagyon jó kezdeményezés. Ezzel nem csak a bátaszékieknek, sőt nem elsősorban a bátaszékieknek, hanem mindenkinek, aki erre a településre látogat, ebbe a városba ellátogat, meg lehet mutatni azt, hogy milyen hagyományokkal rendelkezett itt a németség, melyek voltak azok a jellemvonásai ennek a településnek, amelyek megkülönböztették a környék többi német településétől. Mi volt az, ami közös volt, mi volt az, ami más volt, és azt hiszem, hogy a bátaszékieknek is, és mindenkinek, aki majd erre a településre látogat, fontos információkat fog hordozni ez a tanösvény.